Az ember, ha valamiben nagyon-nagyon különbözik az összes többi élőlénytől, akkor az nem is biztos annyira, hogy az intelligencia, hanem sokkal inkább az, hogy az összes többi élőlénynek ugye az energiaigénye az annyi, hogy a saját maga szervezetét fenn kell, hogy tudja tartani. Most az ember, miután egy ilyen biológiai szempontból elrontotta saját magát, tehát a környezet változásaihoz való alkalmazkodás nem tudja a biológiai alkalmazkodással megoldani, ezért tulajdonképpen körbevette magát egy mesterséges burokkal, egy épített környezettel. Tehát ezek az infrastruktúrák, az autók, a ház, a ruhák, a tűz, amivel melegítünk, és így tovább, és így tovább, ezt ma már mindenki tudja. És a probléma az abból adódik, hogy ennek a úgynevezett külső buroknak, amit exoszomatikusnak, tehát testen kívüli, nek nevezünk, ennek az energiaigénye százszorosa az endoszomatikus energiának. Tehát ez egy állandóan bonyolódó struktúra, egyébként ugye az evolúcióról azt mondják, hogy az egyszerűbb forma felől a bonyolultabb, struktúráltabb formák felé halad. Tehát az ember is ezt csinálja, csak hogy ő nem önmagában a biológiai lényében evolválódik csak, hanem ez a struktúra is evolválódik. Na most tekintettel arra, hogy kialakított maga körül, kialakított ezt a burkot, egy technoszférát, és létrehozott egy globális társadalmat, az embernek innentől kezdve kétféle alkalmazkodási feladata van. Még mindig alkalmazkodni kell a természetes környezetnek a változásához, de alkalmazkodni kell a saját maga által létrehozott burokhoz, tehát a társadalmi környezethez, beleértve ugye, ugyanaz, tehát a technoszféra is része ennek a társadalmi környezetnek. És ez a kétféle alkalmazkodási szükséglet, ez ütközik egymással. És ebből adódik az emberiségnek a jelenlegi konfliktusa a környezetével. Ugye? Mert most mondjuk egy konkrét példát, ahhoz, hogy a társadalmi környezetéhez alkalmazkodjon, egy ország gazdaságának alkalmazkodni kell a globális gazdasághoz. Most ez mit fog igényelni? Azt fog igényelni, hogy versengjen vele, és ezért szükségszerűen mit fog csinálni? A természettől vonja el a javait, lehetőleg úgy, hogy a legkevesebbet kelljen költeni arra, hogy esetleg valamit vissza is adjon a természet számára. Ugye? Na most, tehát ez viszont gátolja a természetes környezethez való alkalmazkodását, hiszen ezzel tönkreteszi a természetes környezetét, és saját magát állítja egy még nagyobb alkalmazkodási kényszer elé. Tehát ez az embernek az alapvető konfliktus. Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen új dimenziója az evolúciónak, mert eddig az evolúció sem ilyen nem volt, ilyen nem kellett megküzdeni. Most a problémát én egyébként abban látom, hogy ez még önmagában vele nem lenne baj. A probléma az, hogy az ember nem tudja időben felismerni azt, hogy mikor kellene ezt a struktúrát leépítenie, módosítania ahhoz, hogy a struktúrának a rugalmassága megmaradjon. Miért kell, hogy a struktúrának megmaradjon a rugalmassága? Azért, hogy megmaradjon a rugalmassága a struktúrának, mert hogyha nagyon merevé válik, amikor környezeti változások vannak, akkor egy merev struktúra nem tud időben alkalmazkodni. De csak gondoljuk végig azt, hogy most arról szól a világ nagyjából, hogy fogyunk ki a fosszilis energiaforrásokból, le kéne ezeket megújulóra cserélni. Na de olyan hihetetlen mennyiségű struktúrát építettünk ki, ami ugye a fosszilisra épült fel, hogy annak a lecserélése évtizedeket vesz igénybe. Tehát rugalmatlan, lehet, hogy nincs arra elegendő időnk, hogy ezeket a rugalmatlan struktúrákat lecseréljük. Tehát, hogy az ember tanult volna valamit az evolúcióból, másoktól, akkor látná azt, hogy mindig valaminek a végét az jelentett, hogy valami túl differenciálódott, valami túl bonyolódott, rugalmatlanná vált a struktúra, és ezt neki időben kellene megelőzni gyakorlatilag. Tehát ha tudatosan látnánk ezt, akkor azt csinálnánk, hogy darabig építjük ezeket a struktúrákat, de folyamatosan változtatjuk, ugye, minél inkább diverzé próbáljuk tenni, és nem egy nagy monolit struktúrát építünk, mint hogy jelen pillanatban az ember ezt teszi.